hogy az univerzumban minden energia. Azt mondják a kvantumfizikusok és a részecske kutatók, hogy tulajdonképpen azok a legapróbb részecskék a végén már, mikor olyan mélyre hatolsz be az anyagba, a végén már nem is találsz anyagot, hanem csak energiát. Van egy elmélet, a Hoore elmélet. Megmondom őszintén, hogy sokáig nem értettem. Most a nemrég kezembe került egy tudományos folyóirat, és abban valaki úgy magyarázta, hogy még én is megértettem, és nagyon reménykedek benne, hogy hát, ha ti is megértettek belőle valamit, én is csak valamit értettem meg belőle, de elég nekem ahhoz, hogy lássam, hogy a Biblia miről szól, ugyanis közelebb visz engem a Biblia igazságához. A Hoore elmélet, mondom úgy, ahogy a fizikában van leírva, a Hoore elmélet az egy részecske fizikai modell, amely a részecskéket nem pontszerű, hanem kiterjedt objektumokként kezeli, húrok vagy membránok. A Hoore elméletnek a szuperszimmetriát is tartalmazó változatát gyakran szuper-Hoore elméletnek nevezik. Vagyis minden mozog, és azért mondják húr vagy membrán, rezeg. Minden mozgásban van. Abszolút minden mozgásban van. Most, ami kedves zenetudós testvérünk tudná megmondani, hogy jól emlékszem, én még valamikor középszinten zenéből azt tanultam, hogy a rendszeres rezgések adják a zenei hangokat, és a rendszertelnek pedig az agyak. Tehát amikor rezeg egy húr, rezeg egy membrán, rezeg ez a pohár, rezeg ez az aszfalt, rezeg egy molekula, rezeg egy szubatomikus részecske, akkor attól függ, hogy milyen hangot ad ki. Na most jön a húr, most jönnek a dimenziók tulajdonképpen. Mi az emberek egy dimenzióban létezünk. Engem meg tudtok határozni a térben, ha onnan mértek egy távolságot, innen fentről, meg onnan vagy onnan. Tehát három távolság, plusz az idő a negyedik dimenzió. Tehát az ember négy dimenzióban létezik. Azt mondják azok, akik kutatják ezeket a dolgokat, hogy körülbelül 11 dimenziót lehet bizonyítani matematikailag, kimutatni nem lehet, de matematikailag, analógiákkal és mindenféle mérésekkel lehet igazolni 11 dimenziót. Na most úgy képzeljétek el, hogy Isten az összes dimenzió felett létezik. Ő dimenzión kívüli. Miért fontos ez? És a rezgésekről van szó, a frekvenciákról. Megkérdeznének, hogy szólaltasd meg azt az állandót, amelyiknek a frekvencia 440. Köszönöm szépen. A legalsó oktávon el lehetne játszani, bocsánat ezért a gügye melódiáért egy domi-domi szószó. Egy oktávon feljebb. És ha lenne olyan műszerünk, amin el lehetne játszani az infratartományba, akkor senki nem hallaná, de működne a melódia. Tehát nagy bolond az, aki azt mondja, hogy csak azt hiszem, amit látok, meg amit hallok. Sőt, az ultrahangok tartományban is eljátszhatná ugyanezt a melódiát, teljesen más rezgésszámmal, de nem hallaná, mert az ember nem erre van berendezkedve. Úgyhogy amikor Isten meg akar mutatni valamit ennek a világnak, akkor egy olyan rezgés tartományba hozza be, amit az ember fel tudott fogni, ahol a rezgés tartomány közel volt az emberéhez, és akkor látta. Képzeljétek el, amikor az Úr Jézus Krisztus a feltámadás után egyszer csak megjelent a tanítványok között. Aztán meg eltűnt. Akkor is meg volt olyan, amikor nem látták a tanítványok, akkor is létezett. Meg van egy csomó dolog, amit nem láthatunk. Azt mondják, akik a Hoore elméletet tanulmányozzák, hogy még az is meg lehet, hogy van egy teljesen más univerzum mellettünk. Van egy könyv, univerzum, de döntünk a nagy. Románul jelent még egy újolvassal, mert nem találtam meg a magyar fordítását. Megtörtént, nem tudjuk, fogalmunk sincs. Isten olyan hatalmas, akkora dolgokat csinál, hogy nem értjük egyelőre, de lassan-lassan olyannak tartotta meg az ember elméjét, hogy lassan ráébredünk arra, hogy amit a Biblia mond, az szóról
fura, ahogy ezt mondja. Azt mondta az egyik párizsi tudós, hogy a tudomány csak kurló a Biblia után. Azért ismerte, mert becsületes. Azért ismerte, mert becsületes. Tehát amikor ezekről a dimenziókról beszélünk, a láthatatlan és a látható világ, a színekkel ugyanígy van a színekkel. Vannak látható színek, látom, milyen színesen vagyok felöltözve. Szép a gyönyörű az imaház, de van olyan szín, amit nem látok. Van infravörös, azt nem látom, azt csak értem. Van ultraibolya, azt se látom, pedig az is létezik. Tehát ha Isten akarja, átvisz olyan tartományok azt, amit látok, nem látom tovább. Ha meg nem látható dolgokat akar behozni a látható tartományba, akkor hozza be, amikor akarja. Miért mondom el ezt a kicsit részletes okát? Azért, mert van két dolog, ami keresztül megy a dimenziókon. Több is van, de kettő van, ami bennünket ér. Az egyik az Isten szeretete, mert úgy szerette Isten a világot, és nem sérül, és nem módosul, mint ahogy a melódia sem módosul, ha különböző frekvenciákon játszott, de mert akinek van egy kis fül, az rögtön megmondja, hogy milyen durva játszottak. Végig ugyanabban a durva maradt, ugyanaz a melódia, csak más frekvenciákon. És amikor Isten ezt az embert üdvözíteni akarja, akkor az ő szeretete átsüt mindenen keresztül. Átsüt a kozmoszon, átsüt a látható és láthatatlan világon, és megérinti az ember, bár érintene meg mindenkit ezzel a vesztében. Jézus Krisztusnak a szeretete. És még valami nem sérülhet a dimenzióban. Az embernek az identitása. Az embernek a biztonsága. Ha el van rejtve Krisztusnak, ezért mindegy, ezért igaz az az ige vers, amit felolvastam az elején. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítségben nyomorúságban, azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának a tenger közepébe. Tehát mi lesz vele világ? Nem tudom. Nem tudom egyelőre, majd mindjárt látni fogjuk a Bibliából, kiszedjük, hogy mégis mi lesz a világgal, de te biztonságban lehetsz benne, mert mindenen keresztül megtart téged az Isten szeretete, ami átsüt mindenen, átjön mindenen, legyőz minden akadályt és megérkezik hozzá, és ha te elfogadod Krisztusban az identitást, akkor biztonságban van. Az ember a teremtettségnek a szája, ez egy másik nagyon nagy igazság. Ebben a világban. Megmondom, miért fontos. Isten ezt az egész világot és a kozmoszt is, azt még nem látjuk, de van rá ige vers, hogy látni fogjuk. Isten ezt az egész világot az emberre szabta. Itt minden úgy teremtetett meg, hogy az embernek keze ügyében legyen. Egy biológus hívta fel, egy biológus tanár hívta fel rá a figyelmet, hogy ő ez vezette el a megtérésre. Azt mondja, hogy elkezdte vizsgálni a dolgokat ezen a világon, és azt látta, hogy a zöldségek pontosan akkor át, hogy odaférjenek a kezünkbe, hogy tudjuk megpucolni. A gyümölcsök is emberhez vannak szabva, a fák is, az állatok is, és minden. Ez az egész világ az embernek teremtetett. Azért teremtette Isten a hatodik napon az embert, mert a madarak is azt csinálják, testvéreim, hogy csinálják a fészket, hozzák az ágokat, utoljára saját magából tétkedi a tollat, és akkor kész a fészek, akkor beleteszi a hasonmását. Isten is szépen hat nap alatt felépítette a világot, és mikor kész volt a világ az ember fogadására, akkor belehelyezte a teremtés koronáját. Belehelyezte az ember. Emberre nézze, a homo sapiensre, a gondolkodó embernek teremtette Isten ezt az egész világot. Ezért az ember egyedül, aki a teremtettségnek a csúcsán áll, ő a teremtettségnek a szája. Lehet, hogy a csalogány gyönyörűen énekel kint estefele, vagy éjszaka a sötétségben, de ő nem tudja, hogy miért énekel. Az ember viszont hallgathatja, és azt mondja, hogy hú, hatalmas vagy atyám, aki ilyen madarat teremtettél. Vagy megszagolod a vörös rózsát, amikor olyan átható illata van, és azt mondod, hogy atyám, te nem csak az illatot teremtetted meg a rózsába, hanem az embernek a fejébe tettél egy olyan szoftver, hogy tudja értékelni ezt az illatot. Mert ha nem lenne, akkor te is tudnám én a rózsa mellett, mint a tehén. Na, mit érdekli a rózsa? Neki nincs az agyában olyan szoftver, amiben földolgozza, hogy vagy Istenem.
Hatalmas vagy, atyám! Nem kutyára örvendezett olyan nagyon Ádám, mikor meglátta Évát. Már úgy volt megteremtve, hogy tudjon örvendezni neki. És most is így van, hiába ez a bolond világ megpróbál minden őrültséget, vagy a kettőt elválasztja egymástól. Ezért az ember a teremtőségnek a szája. Egy bejátszást szeretnék az Apollo űrhajóról, a 8-asról, 1968-ból. Nézzünk meg belőle valamit. Hadd mondjam el előre, hogy mit fogtok látni. Ők voltak azok, akik megkerülték a Holdat, és mikor a Holdnak a sötét oldalán voltak, akkor látták meg, milyen az, amikor a Föld kelt fel, nem a nap. És mikor meglátták a Föld felkeltét, akkor automatikusan kiszakadt belőlük valami, amit mindjárt meghallgatunk, hogy is oda. Angolul van, mindig sokan érteni fogják. Még a nyomát is, de új föld
Efelé halad a világ. Ha tudni akarod, hogy mi lesz ezzel a világgal, akkor nem a biztonságpolitikai szakértőket kell megkérdezni, meg nem az Echo TV. Azok megmondják úgy, hogy az ember mehet a hatosba utána, hogy egy kicsit komolyan veszi őket, hanem az lesz, amit Isten akar. És Isten azt akarja, hogy a teremtettséget a céljához jutassa, és el is fogja jutni. Ami fenyegetheti ezt a világot, direkt említettem az Echo TV-t, már ők aztán tudják ezeket az összeesküvés elméleteket. Én a múltkor megszámoltam, hogy 40-féle összeesküvés elmélet létezik, és ennek vannak mellékutcái. Ez az egész engem nem érdekel. Engem az érdekel, ami a Bibliában van mellékben, mert ez az én atyám írta oda. Nézzétek meg, mit mond Ézsaiás proféta a 8. rész 12. versben. Nem mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond. Amitől fél, attól ne féljetek, és ne rettegjetek. Az Isten szenteljétek meg. Az Istentől féljetek, őtől meg. Nem az összeesküvés elméletettől. Vajon elpusztulhat-e a föld? Mi lesz a világ, ugye ez a motto? Vajon elpusztulhat-e a föld, Isten akarta nélkül? Semmire sem. Semmi nem történhet meg az ő akarata nélkül. Egy homokszem nem változtathat helyet az ő akarata nélkül. Azt mondja Péter, figyeljétek meg, mit mond Péter erről a világon. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egyek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egyek és a föld ugyanezen szó által megkímélve megmaradnak, hogy tűznek tartassanak rend az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Tehát teljesen mindegy, hogy mit akarnak az összeesküvék, mit akarnak a zionizmusok, mit akarnak a szabadkőművesek, mit akarnak a zsidók, én nem szeretem a zsidóknak, mert aki a zsidókat bántja, az olyan, mint az Isten választottjait bántaná, és Isten megígérte, emlékezzetek vissza, aki téged árkoz, én azt megárkozom, és aki téged árkozt, én megárkozom. A hívőknek több eszik kell, mint hogy ilyen bolondságba belemenjenek. Isten majd elveri rajtuk a sorból, amikor akarja, mert megtette már nagyon sokszor. Nem az én tisztem az, hogy piszkálja őket. Én sokkal jobban teszem, ha a magam dolgaira vigyázok, mert amiatt fogok majd Istenre járni, nem azért, hogy csinálom a kezet, hogy azok vagy az. Tehát, testvéreim, azt mondja Péter apostol, a másik halász, hogy Isten egy szó által létrehívta ezt a kozmoszt, megteremtette ezt a világot. Aminek a végét vizsgáljuk most, hogy mi lesz veled világ, merre halad a világ. Isten megteremtette egy hatalmas teremtő szó által, ugyancsak ezáltal a teremtő isteni szó által elpusztította a világot, a fellázadt, istentelen világot elpusztította az özönvízben, és most ugyanaz az isteni szó, ami a teremtéskor, a pusztuláskor is hatott, most ugyanez az isteni szó, azt mondja Péter, megtartja a világot és őrzi a világot, hogy nem hogy önbíráskodás miatt itt vége lesz ennek a világnak, mert az ember megzavarodik, hanem azt mondja, megkíméli, ugyanazon szó által megkíméli ezt a világot, hogy tűznek tartasson fel az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának a napján. Magától adódik a kérdés. Ha így van ezzel a világgal, hogy valóban Isten teremtette, olyannak teremtette, mint amilyet mi vizsgálhatunk, megállapíthatjuk róla, hogy milyen, és az ő kegyelméből meg is tudhatjuk azokat a dolgokat, amik ránk tartoznak. Mivel azt vizsgáljuk, hogy mi lesz ezzel a világgal, adódik a kérdés, hogy vajon mit tegyünk? Vajon mit tegyünk? Azt mondja az Úr Jézus, az előbb, amit görögül idéztem, ti vagytok a föld sója. Testvéreim, ez a föld romlik rohamosan. És mi vagyunk a földnek a sója, azt mondja az Úr.
akik ismerjük az igazságot, akik ismerjük a Bibliát, akik ismerjük Istennek a parancsolatait, ismerjük az ő beszédét. Hát mi lesz ezzel a világgal, ha mi is meghitetlenünk? Mi lesz velünk, testvéreim, ha feladjuk azokat az igazságokat, azt a biztos talapzatot, ami ráadunk, az Isten beszédét, az ég és a föld elmúlnak, de az Isten beszéde megmarad. Ha mi elmegyünk erről a talapzatról, akkor mi lesz velünk? Ha már a sok se sok, akkor mi lesz ezzel a világgal? Tartsunk ki, testvéreim, tartsunk ki. Erre hív bennünket a Biblia. Most érkeztem el oda, hogy beszéljek arról a másik világról, amit az elején említettem, hogy Isten nem csak ezt a Földet teremtette meg, hanem ezt az egész kozmos. Amikor az Új Szövetség azt mondja, hogy az egész teremtettség, amikor az egész teremtettségről beszél, akkor abban beletartozik a kozmosz is. Nézzétek csak, mit mond a római levélben Isten igéje, azt mondja a 8. rész 19. versben. Mert a teremtett világ, és itt nem erről a Földről van szó, hanem az egész kozmoszról. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Tehát úgy néz ki, hogy a mindenható Isten miután megtakarít bennünket a bűntől, miután tisztává tesz bennünket, a küldötteiként szétküld bennünket az egész univerzumban. Nem csak ez az egy igében beszél erről. Mondok még mindjárt másikat is. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, második rész, 5. vers, mert nem angyalok uralma alá rendelte Isten az eljövendő világot. Emlékeztek, mit mondtam az előbb, mondott? Nem én mondtam, Péter mondta. Elmúlik ez a világ, recsekbe ropogva, és Isten új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. Azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk, sőt, valahol valaki így tesz bizonyságot, micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Testvéreim, ne esünk tévedésbe, nem Jézusról van szó. Olvasom azonnal tovább, hogy lássátok, hogy külön beszél Jézusról. Külön beszél róla. Itt a teremtett emberről beszél. Arról az emberről, akiről szól van a 8. Zsoltár. Azzal a mondani valóval, a 8. Zsoltárnak az eszmei mondani valójával ölelkezik össze ez a zsidókhoz írt levél igeverse. Nézzétek, mit mondani tovább, azt mondja. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent a lába alá vetettél, ha ugyanis mindent alá vetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alá vetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, és még mindig az emberről beszél, és akkor most él Jézusra. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki szintén rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megismerte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy ő, aki számtalan fiát vezeti a dicsőségre, az üdvösségünknek a fejedelmét a szenvedések által tegye tökéletessé. Vagyis Isten testvéreim, ki akar innen vinni bennünket elképzelhetetlen szabadságra, azért, hogy őt képviseljük ebben az egész teremtett világban. Ezt akarja adni Isten az ember. Mi lesz ez a világ? Az ember számára, a hívő ember számára a világ kiszélesedik elképzelhetetlen lehetőségekre. Beszűkül a tudatunk, beszűkül a létünk, át kell menjünk a halálon, a nullpont szituáción, de onnan testvére a végtelenbe szélesedik ki a lehetőség. Azért, mert Isten úgy rendelkezett. Mit gondoltok véletlenül, mondja Jézus a Laodicea beliekhez írott levél végén, azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én királyi székemben. Tudjátok, mi a királyi szék? Az egy olyan hely, ahonnan kormányozni lehet. Isten nem rajtunk akar uralkodni, hanem velünk akar uralkodni ezen a végtelen teremtettségen. Mert mi életünk teremtette? Ezért mondja Pál apostol a rómaiaknál. Mert a teremtett világ is, ez a világ, amelyik a bűn miatt most visszavár, és vajudik, és nyő, de lélegzett vissza várja, lélegzett vissza folyik a várja az Isten fiainak a megjelenését.
És ha várja, akkor meg is fognak jelenni. Csak időkérdése, hogy mikor. Aki győz, annak megadom, mint mondtam az előbb, most hadd olvassam szó szerint, aki győz, megadom annak, hogy bele menjünk üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az én trónusán. Tehát, testvéreim, fogalmam sincs, hogy lesz valami világháború, hogy nem lesz. Azt se tudom, hogy ez az arab falu, amit Angela Merkel bevontatott Európába, ebből kibújnak ki azok, akik bántani fognak bennünket, vagy mi lesz ezzel, fogalmam sincs, de nem is érdekel. Engem egyedül az érdekel, hogy az én Jézus Krisztusomban, az én Uramban, biztonságban vagyok, úgyis, mint individum, úgyis, mint gyülekezet, úgyis, mint Európa lakosa, és úgy, mint ennek a világnak a lakosa. Testvéreim, olyan gyorsan terjed az információ, olyan gyorsan összeszűkült ez a világ, hogy szinte mindenki a lokál patriótából kozmopolitává lett. Hiszen abban a pillanatban tudom, mi történik Új-Zélandon, érzem, hogy milyen az, amikor történik valami a Földnek a másik oldalán. Pillanatok alatt ugye itt vannak ezek a társasági oldalak, ezek a közösségi oldalak, minden felhangzik. Valósággal érzed magadon ennek az egész világnak a hajutását. Viszont van egy nagyon nagy igazság, ezzel szeretnélek biztatni benneteket. Nem tudom, hogy milyen sötét lesz Európának, hogy ennek a világnak az egy hét múlva, két hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, viszont minél nagyobb a sötétség, annál közelebb van a hajnal. És megérkezik hozzánk a kozmosz világosság. Hát mit gondoltok Jézus Atyára, mondta, hogy ti vagytok a kozmosz világosságra? Világos. Jézustól veszik a fényünket, azt sugározzuk tovább, ő vagyja nekünk mandátunként, és ingyenesen említettek majd meg azok a viszonyok, amikben itt voltunk ezen a földön. Tehát is félén, ha azt kérdezik tőlünk, hogy mi lesz veled ember, mi tudjuk. Ha el vagy rejtve Krisztusban, biztonságban vagy, mindegyőkben lesz, körülötted. És nem azt számít, hogy mi történik körülötted, azt számít, hogy mi történik benned. Ha benned megtörtént az uralomváltás, akkor biztonságban vagy. Ha a gyülekezetben ott van Krisztus, az élő Krisztus, és ő állja körbe a gyülekezet, ő imádja, ő dicsőíti, akkor a gyülekezet biztonságban van. Ha Európa megtér a hitehagyásából, akkor Európa jól jár. Hogy erre a világra mi vár, testvéreim? Meg fogjuk látni, de ezen a világon bárki, aki Jézus magáénak tudja üdvözítőjének, az biztonságban van. Még akkor is, ha a hegyek a tenger közepébe zuhannak. Ámen. Ezeknek az igéknek az értelmére úgy tettük eddig is minden este, akit indít a lélek, ő visszavakra imádkozom. Amen. Köszönöm, hogy megváltoztál. Köszönöm, hogy a tényleg.
Uram, látjuk, hogy a világ a romlás felé halad, köszönjük azt, hogy minket, akiket megváltoztatunk, vére által, hiszünk benne, hogy bízunk abban, hogy mindent az utolsó simítást is elvégzett az életünkön, hogy készen léted, imádkozva, vigyázva, váltatunk téged. Erre segíts engem, hogy gyülekezetünk minden. Uram Jézusi, köszönöm, hogy arra változtatok, hogy vigyázzunk, hogy mi van bennünk, Uram Isten. Nagyon szeretnének kérni, hogy légy fogod és király, én életemben mindig, aki életünkben, Uram Istenem. Kérjük, hogy megtartunk, segíts meg, kérlek szépen, hogy képünk központba életet tudjunk kérni. Amen. Kemény, hogy áldozatok neked a Te ígédért, és köszönöm, hogy a kezedből biztonságot tudtam az én életemet és az én jövőt. Amen. Úr Jézus, köszönöm, hogy bármi történik körülöttem, nálad mégis biztonságban lehetek. Amen. Amen. Pillanatétünk, Te örökké Úr vagy, Ura, elmúlt koroknak Isten minden erőt. Áldjon fel Istenet!
Isten, bennünket láttál, és ezt az egész világ mindenséget, és nagyon szerettél. Köszönjük azt, hogy minket porszemeket hordozol, karjaidon, foglalkozol életünkkel, és azt akarod, hogy biztonságban legyünk te nálad. Köszönjük, hogy ezt csodálatosan te megvalósítottad. Biztonság vár mindarra, aki benned bízik. Köszönjük ennek a békességét, ennek a nyugalmát. Köszönjük, hogy ez örömmel tölteti be a szívünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts neked tetszően élni a Földön, és amikor befejeződik életünknek ez a szakasza, és egy teljesen új szakasz, egy új és örökkön át tartó idő kezdődik, ami számunkra, akkor tudjunk tégedet majd ott meglátni, és imádni és szolgálni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az elveszett világot megtéréssel, hozzávaló fordulással, és bennünket használj ebben eszközként, hogy tudjuk elmondani azt a jó hírt, amelynél jobb nincs is. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket az Úr Jézusért. Amen. Az Úr közel. A fiatalokat a szervezők meghívják, hogy még időzzenek együtt a körépületben, ahol elfér beszélgetni és közösséget állhat. Thank you.